Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. A síktükör képalkotását vizsgáljuk. Függőleges helyzetben az asztalra állított üveglap két oldalán helyezzünk el az üveglaptól egyenlő távolságra egy-egy körülbelül azonos méretű gyertyát. Az üveglap előtt lévő gyertyát meggyújtjuk. Az üveglapon keresztül nézve olyan, mintha az üveglap mögött lévő gyertya is égne. Helyezünk papírlapot az üveglemez és a nem meggyújtott gyertya közé, és figyeljük meg, mit tapasztalunk. A papír eltakarja a gyertyát, de az üveglap tükrözte gyertyalánkép továbbra is az üveg mögött látszik. Vegyük ki a papírlapot, és mozgassuk a nem meggyújtott gyertyát az üveglap felé, majd attól távolodva. Csak akkor látszik úgy, mintha a nem meggyújtott gyertya égne, ha pont ugyanolyan távolságban van az üveglaptól, mint az égő gyertya. A kísérletek alapján megállapíthatjuk, hogy a tükör másik oldalán, de ugyanolyan távolságban keletkezik a kép, mint amennyire a tükör előtt elhelyeztük a tárgyat. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!